Sziasztok, én a nézők, és elérkeztem a következő videóba, és igen, nem véletlenül ülök kicsit arrébb, nem pont középen, ugyanis a mai esetünk egy olyan eset lesz, amihez rengeteg kép és videó anyagot gyűjtöttem össze, rengeteg ilyes anyaghoz lehet hozzáférni, minél több videó anyagot szeretnék és képanyagot ide nektek bevágni, hogy színesebbé tegyem a videót, vagy interaktívabbá egy kicsit számotokra, és azért is vezettem ezt az egészet így föl, ugyanis erről az esetről manapság rengeteget hallani, rengetegen cikkeznek róla, mindenki erről beszél, rengeteg a hír, legyen akár az igaz, vagy sajnos csak pletyka, de rengetegen beszélnek erről, spekulálnak minden, és ezért is jött létre ez a videó, ugyanis leszeretném nagyjából tisztázni, hogy így mi történt, ugyanis nagyon sokáig én így nem igazán értettem, hogy ki hol aludt, mit csinált, mi merre, hogyan, és nagyon megfogott engem az eset, és mindenképpen szerettem volna erről videót csinálni nektek, viszont annyira nem tudtam eldönteni, hogy mikor kezdjek hozzá. Tudjuk, hogy ez egy folyamatban lévő ügy és nyomozás, ami ugye azt jelenti, hogy folyamatosan jönnek új hírek, részletek, bizonyítékok, minden, és mindig azt éreztem, hogy még túl korai, még túl keveset tudunk, de már is érdekes, szóval nem tudtam belőni, hogy így mikor készítsem el a videót, viszont ma január 12-e van, szóval ezt a videót ekkor veszem fel, nem tudom pontosan mikor fog kikerülni. Szeretnék később erről az esetről ilyen update-elős videókat csinálni. A mai történetünk nem más lesz, mint az Idaho-i gyilkosságok. Ez az egész 2022. november 13-án történt Idaho-ban, Moscow városában. Az áldozat 4 egyetemi hallgató volt, aki az Idaho-i egyetemre járt. 3 női áldozatról beszélhetünk, és egy férfi áldozatról. 3 női áldozat, Madison Morgan, Kelly Gonzalez és Sana Kernoodle volt. Ők hárman a házban laktak, viszont a negyedik áldozat, így, mint említettem, férfi volt, Ethan Chapin volt, ő Sana barátja volt, és aznap a lányoknál aludt. És a házban 5 laktak, az 5 lakó közül 3 sajnos életét vesztette ez alatt az éjszaka alatt, viszont 2 lakótársuk élve túlélte ezt az éjszakát. De akkor nézzük is meg, hogy pontosan hogy és mi történt a gyilkosság előtt. Ugorjunk is vissza november 12-ére, Tönre és Sanára. Ők aznap úgy döntöttek, hogy egy közeli egyetemi buliba látogatnak el, és ők nagyjából olyan 1:45-2 értek vissza a házba. A másik 2 áldozat, Madison és Kaylee, ők egyébként legjobb barátok voltak kiskoruktól kezdve. Nagyjából olyan 10:00 elindultak otthonról egy közeli bárba, azt nagyjából olyan 1:30-kor hagyták el, és egy közeli büfékocsinál megálltak, ahol ugye vettek valami vacsorát. Ezt onnan tudjuk, hogy egy térfigyelő kamera felvétele kiszivárgott, amint láthatjuk Madisont és Kaylee-t, ahogy beszélgetnek. Madison egyébként találkozik az egyik barátjával, összefutnak, ételt rendelnek, telefonoznak, mosolyognak, és nagyjából 10 perc múlva meg is kapták az ételt. Ez a térfigyelő kamera felvétel nagyjából 1 óra 41 perckor rögzítette ezeket a videó felvételeket, szóval ilyenkor ők már a büfékocsinál voltak. A rendőrség azt mondta először, hogy Uberrel vagy Uberrel mentek haza a lányok, viszont később egy olyan információt közöltek, vagy egy olyan információ látott napvilágot, hogy viszont egy magánfuvarral értek haza, de ők is nagyjából 1 óra 56 57, nagyjából olyan 2 körül ők is már otthon voltak, és fontos megemlítenem, hogyha megnézitek ezeket a videó felvételeket, akkor látható itt egy férfi, aki nagyon figyeli a lányokat, és mikor a lányok elmennek, akkor nagyon utánuk fordul, mintha kicsit mérgelődne, és olyan fura az egész testtartása, a testbeszéde. 2 órára már mind a 4 diák otthon volt, akiket ugye az áldozatoknak tekintetünk. Fontos még megemlíteni, hogy 7 nem
fogadott hívás érkezett Kaylee exének a telefonjára, Kaylee-től nagyjából olyan 2 óra 26 és 2 óra 52 perc között, viszont ugye ezt a fiú nem vette föl. Ugyanúgy Maddie is felhívta a barátját 2 óra 44 és 2 óra 52 perc között. A rendőrség utána nézett ezeknek a telefonhívásoknak, viszont teljes mértékben kizárják, hogy ezeknek köze lenne bármiféle módon is a gyilkossághoz, vagy köthető lett volna a történtekhez. És amit még fontos megemlítenem, amit később derült ki igazából a későbbi rendőri beszámolókból, Sana ébren volt, és 4 körül kapott egy DoorDash rendelést is, ami hasonló, mint a netpincér, igazából ételt rendelt magának. A két életben maradt túlélő lakótársuk egyre már biztosan hazatért a lakásba, és egyikőjüket sem bántották, egyikőket sem ejtették túlszól, igazából lefeküdtek aludni. Viszont nagyon fontos megemlítenem itt Dylant. Ugyanazon az emeleten aludt, a második emeleten, mint Sana és Ethan, és ő volt az az áldozat, igazából túlélte, de mégis hívhatom áldozatnak, ugyanis ő szembe került a gyilkossal, ugyanis háromszor is kinyitotta az ajtót. Legelőször arra ébredt fel, hogy igazából olyan hangokat hallott, mintha Kaylee a kutyájával játszana fönn, kinyitotta az ajtót, kicsit hallgatózott, és egy olyan hangot hallott, mintha egy női hang azt mondta volna, hogy van itt valaki. Ő azt gondolta először, hogy ez Kaylee mondta, viszont ahogy utána néztek Sana telefonjának, egyértelmű volt, hogy 4 óra 12 perckor ő még ébren volt, és a TikTok-ját pörgette igazából a For You-t, szóval valószínűleg az ő hangját hallhatta Dylan. Mint mondtam, összesen háromszor nyitotta ki Dylan az ajtót, kétszer rövid időn belül. Mikor másodjára kinyitotta az ajtót, akkor Kaylee szobájából sírást hallott, egyértelműen Kaylee sírását hallotta, és egy férfi hangot hallott, aki azt mondta, hogy ne aggódj, segítek neked. Egyébként itt vannak teóriák, hogy itt igazából nem is Kaylee-t hallotta, hanem igazából Sanát, és hogy ezt Sanának mondhatta. Erről ugye pontos információnk biztos ugye nincsen. Ezek után, mikor harmadjára is kinyitotta az ajtót, akkor magát, a gyilkost látta, egy nagyjából 180 cm magas férfit írt le. Mondta, hogy nem volt igazán úgy izmos, vagy úgy annyira masszív testfelépítésű, de azért úgy sportosnak volt mondható, és teljesen feketébe volt a gyilkos. Arcát eltakarta egy maszk, ami szintén fekete volt, viszont amit nagyon megjegyzett a lány a gyilkossal kapcsolatban, az pedig az, hogy nagyon dús volt a szemöldöke, és egy kis spoiler, van egy gyanúsítottunk, akiről ide be is vágok nektek képet, és ez a személy leírás teljesen jól ráillik a jelenlegi gyanúsítottunkra, Brian Coburger-re, és ha megnéztek a szemöldökét, teljesen olyan, mint aminek a lány leírta, és itt igazából a lány teljes mértékben lefagyott, gyorsan visszarohant a szobába, nem tudta, hogy egyáltalán a gyilkos látta-e őt, vagy igazából mi történt, annyit látott, hogy a gyilkos a tolóajtón keresztül távozik a lakásból. Úgy nyilatkozott, hogy ő teljesen lefagyott, halálfélelme volt, és egyszerűen pánikba esett, amit teljes mértékben megérte. És az eset után rengetegen hibáztatták ezt a szobatársat, ugyanis ez a lány csak nagyjából olyan dél körül, 11 óra valahány perckor hívta a rendőrséget, ugyanis, hogyha előbb hívja a rendőrséget, akkor bizony megmenthette volna a lányok életét, ugye, és Ethanét, amiben lehet, hogy van valami, viszont nagyon fontos azt kiemelnem, hogy sose hibáztathatjuk az áldozatot, mert gondoljunk bele, milyen halálfélelme lehetett neki, mikor ott volt a gyilkos, nem tudta, hogy vele mit szeretne csinálni, nem, egyszerűen nem tudhatjuk, hogy mit érzett ő, ilyenkor nem szabad ítélkeznünk felette. Elmondom, hogy a gyilkosság egy késelés volt, és egy ilyen különleges fajta késsel öltetett, és mindig bevágok róla képet, és azt mondták, hogy hiába hívta volna nagyon hamar a rendőröket Dylan, ez a kés olyan mély sebeket tud okozni a testen, hogy valószínűleg akkor se tudta volna megmenteni a rendőrség, illetve a mentősök, a lányok és Ethan életét, mert ez a kés olyan mély és erős sebeket tud okozni a testen. Az fontos kiemelni, hogy 4 óra 17 perckor
A kinti térfigyelő kamerák hangos puffanásokat és nyöszörgést, illetve hangos kutyaugatást vettek föl így a ház körül, és ez hallható egyértelműen a felvételeken is. Azt fontos kiemelnem, hogy Dylan nem ismerte fel a támadót, és nem tudta akkor beazonosítani, hogy kicsoda ő. Most, hogy az áldozatokat az ágyukba támadták meg, valószínűleg miközben aludtak, ám nem tudni pontosan, hogy melyikük volt ébren, mikor bejött a támadó, és a tett helyen semmit nem próbáltak megtisztítani, a nyomokat eltüntetni, a falak is teljesen véresek voltak, kering egy fotó az interneten, mint látjátok, ahol kívül is folyik a vér a falról. A rendőrséget egészen úgy napközben 11 óra 58 percig nem értesítették az esetről, és a 911-et hívó személy kérte a neve elhallgatását, szóval azóta se tudjuk, hogy pontosan ki hívta föl a rendőrséget. Mikor kiérkeztek a rendőrök, semmi furcsát nem találtak olyan szempontból, hogy behatolásra utaló nyomot, és semmi nem tűnt el a házból. A házban a két túlélő tartózkodott, illetve az ő barátaik. Nagyon féltek, és arra gyanakodtak, hogy valószínűleg a második emeleten lévő lakótársaik nincsenek eszméletüknél, nincsenek életben. Déli 12 órakor mind a négy áldozatot halottnak nyilvánították, mint később kiderült, a 911-es hívót nem tekintették sohasem gyanúsítottnak, és azóta sem fették fel a tényleges kilétét. A nyomozók úgy vélik, hogy a gyilkosság hajnali 4 és 4 óra 25 perc között történhetett, illetve ami még számomra nagyon szívszorító, hogy az egyik szobába be volt zárva a kutyus, Kaylee-nek a kutyusa, akinek talán ez volt az egyetlen szerencséje, bár ezt nem tudhatjuk pontosan, de hogy őt megtalálták az egyik szobába, tényleg sértetlenül. Azóta a kutyus jól van, amennyire jól tud lenni, és Kaylee volt barátjánál van, ő fogadta örökbe. Az eset rögtön szárnyra kapott, és ha azért valljuk be, nem minden nap történik ilyen a világban, hiába beszélünk Amerikáról, vagy bármi, azért ez nem egy mindennapi történet. Nyilván az egyetemen és Moszkva városa is teljesen megrettent, és nem tudták, hogy igazából ez most mi, és nagyon-nagyon féltek. A rendőrség az ügy elején még azt mondta, hogy nem kell félniük, és mindent kézbe tartanak. Majd igazából bevallották, hogy ezt úgymond annyira nem tudják feltétlen biztosítani, ugyanis még ők sem nagyon tudtak információkat, ők is azért még a sötétbe tapogatóztak. Volt, aki elszállingózott akkor a városból, elmentek egy időre, voltak professzorok, akik lemondták az óráikat, úgy eléggé mindenkit megrendített a városba ez az eset, és ami számomra nagyon szívmelengető volt, az pedig az, hogy az egyetemen gyertyagyújtást tartottak az áldozatok emlékére. Igaz, ezt többször elhalasztották időjárási viszonyok miatt, végül egy ilyen fedett kupolás kis csarnokba tartották meg ezt a megemlékezést, viszont számomra ez egy nagyon szép gesztus az áldozatok megemlékezésével kapcsolatban. Mint mondtam, az ügy nagyon nagy port kavart, összesen 3 hivatalból 130 fő dolgozott ezen az ügyön, és még mai napig is dolgozik, és folyamatosan bővül ezeknek a száma, ezeknek az embereknek a száma, akik az ügyön dolgoznak, és létrehozott a rendőrség igazából olyan pontokat és ilyen tippfogadókat. Olyan tippvonalak voltak, úgymond, ahol benyújthatták a lehetséges bizonyítékaikat, tippjeiket, spekulációikat, elmondhatták erről az egészről. Nyilván ezeket csak akkor kérték volna, hogyha tényleg van biztos alapja és valid, és ezek tényleg olyan bizonyítékokkal rendelkeznek. Megpróbáltak minden olyan videófelvételt bekérni a házról, a ház körül, a környékről, ami azon az estén készült, és rengeteg sok tippet kaptak, akár e-mailen keresztül, akár telefonon keresztül, mindenhol, és ide kiteszem nektek ezeket az elérhetőségeket, amiken a rendőrséget ilyenkor el lehetett érni, és értesíteni lehetett őket a bizonyítékokról. December 5-én a jelentések szerint több mint 2600 e-mailben elküldött tipp, 2700 telefonhívás és 1000 digitális média beadvány érkezett ezekre az elérhetőségekre. Ide kiteszem nektek.
December 24-én a nyomozócsoport arról számolt be, hogy legalább 15 ezer tippet kaptak az üggyel kapcsolatban, ami nagyon durva, mindet ki kellett ugye vizsgálni, utána kellett járni, ugye nem tudhattad, hogy melyiknek van tényleg valós alapja, és melyik esetleg csak pletyka. Látta megyei halott kém november 17-én boncolta az áldozatokat, megállapította, hogy mind a négyünknek késelés okozta a halálát. Egyrészt a felső testüket és a mellkasukat érték sérülések és szúrások, és nagy valószínűséggel ugyanazzal a késsel követték el az összes gyilkosságot, vagy hogyha nem, akkor nagyon hasonló volt a kés. Némelyik áldozaton észrevetőek voltak úgymond védekező szúrások. Védekező szúrásoknak azokat a szúrásokat hívjuk, amiket a közben kapott az áldozat, miközben próbálta elhárítani magától a támadóját, például a kezén. Ezt több áldozaton is észrevették. Amit én gyanítok, valószínűleg Sanám volt a legtöbb ilyen nyom, ugyanis ő, mint azért valószínűleg tudhatjuk, ő fönn volt és ébren volt, de az áldozatok többsége viszont aludt és álmába váratlanul érte a támadást. Meg egy olyan információ is napvilágot látott, hogy Kaylin voltak a legdurvább sérülések, ők szurkálták meg a legjobban, ami arra enged minket következtetni, hogy esetleg ő volt a közvetlen célpont, de ez csak spekuláció. Tehát egyértelmű, hogy mind a négy esetben késelés történt, egyikőjükön sem találtak szexuális behatolásra és szexuális zaklatásra utaló jeleket, egyik áldozatot sem kötözték meg, vagy kötözték ki, a gyilkos fegyver sem került elő, bár a rendőrök valószínűsítik, hogy egy ilyen kötött pengéjű késről lehet szó. A rendőrök nyitva hagyták annak a lehetőségét, hogy bizony nem csak egy támadó lehetett, hogy akár többen is lehettek, és nem egy elkövetőről van szó. A rendőrök nagyon-nagyon sok tippet kaptak, és volt egy olyan tipp, ami nagyon szányra kapott, és nagyon sokan revesgették, hogy Kaylinnek volt bizony egy zaklatója, és ő nagyon sokáig nem hagyta békén a lányt, és ennek utána is nézte. Már komolyabb eredményt ezzel kapcsolatban nem tudtak elérni, nem tudtak olyan összeköttetést hozni, elősegíteni a gyilkosság felderítését. A hatóságok számára egyértelmű, hogy a támadás célzott volt, ám nem tudták eldönteni, hogy úgymond csak az ingatlan, vagy az ingatlan lakóit célozták-e meg. Viszont mostanság olyat rebesget Brian ügyvédje, hogy Briannek semmi összeköttetése nem volt az áldozatokkal, hogy teljesen véletlenszerű volt, ami számomra egy kicsit abszurd, de ne rohanjunk még ennyire előre. A rendőrség december 15-én bejelentette, hogy egy Hyundai Elantrát keresnek, egy fehér Elantrát, és ezt azért keresték, és úgy bukantak erre rá, hogy a gyilkosság körül, igazából ott a környéken egy ilyen autót véltek felfedezni. Végül ennek megtalálták a tulajdonosát, a Pennsylvániában élő Brian Coburgert. Az ünnepek alatt Brian kétszer is megállították, amiről egy videófelvétel kering a neten, amit ugye a rendőr testkamerája vett föl. Gyorshajtásért, illetve szűkkövetési távolságért állították őt meg két alkalommal is. Egyébként mellett az édesapja lát a felvételen. A tetthelyről DNS mintát is tudtak szerezni egy kés hüvelyből, amiben ugye a kést rakjuk. A kés hüvelyet Kaylee szobájába találták meg, ugye abban a szobában, amiben Kaylee és Madison halt meg. DNS egyezés mutatott a Coburger család egyik tagjával. A nyomozók végül visszavezették a DNS-ét Brianhez oly módon, hogy a család szemeteséből próbáltak olyan dolgokat, élelmiszereket kiszedni, amiben ugye megtalálható volt a DNS, és összevetették, és így lyukadtak ki Briannél végül. A nyomozók észrevették, hogy a fehér Hyundai Elantra, amelyet a gyilkosság idején rögzített a kamera, úgy tűnt, hogy a washingtoni Pullman irányába utazott, és kétszer az áldozatok lakásánál is megfordult.
A térfigyelő kamerán az Elantra látható volt háromszor az áldozatok otthona mellett, hajnali 3 óra 29 perc körül, hajnali 4 óra 4-kor az Elantra ráadásul negyedszer is visszatért a házhoz, hajnali 4 óra 20-kor a jármű nagy sebességgel elhagyta az áldozatok lakását. Azt is megállapította a rendőrség, hogy a gyilkosság után Brian nagyon gyorsan ki akarta cserélni a kocsiján a rendszámot, ami azért gondoljunk bele eléggé gyanús. A rendőrök Brian letartóztatása előtt figyelték a férfit a szülei pennsylvániai otthonánál. Többször látták, hogy Brian sebészkesztyűt visel és szemetes zsákokat visz ki, de nem a saját kukájába, hanem a szomszéd szemetesébe. És a szemetesből ugye vettek ki dolgokat, amiket elküldtek laborba ugye kivizsgálásra, és így tudtak hozzájutni a DNS-éhez, mert van egy ilyen szabály, hogyha ugye közterületen úgymond eldobod valamidet, sokan küldeti a rendőrség kivizsgálásra, például ha mondjuk elnyomja a cigicsikkét, vagy kidobja az energiaitalos dobozát, akkor azt már jogilag, hivatalosan, nyugodtan elviheti a rendőrség, és elviheti kivizsgáltatásra. Nem kell az egyén engedélye ilyen esetben ahhoz, hogy DNS vizsgálatot végezzenek el az adott tárgyon. A mozók azt is észrevették, hogy ez idő alatt, még őt figyelték, addig Brian teljes mértékben kívül belül kitisztította az autóját, egy új lenyomatot nem hagyott rajta, semmit teljes mértékben kitisztította, ami szintén gyanúra adott okot a rendőröknek. A nyomozók olyan mobiltelefon adatokhoz jutottak, amelyek azt mutatták, hogy Coburger telefonja november 13-án hajnali 2 óra 47 körül nem csatlakozott a hálózathoz Pullmanban, majd 4 óra 48 körül újra csatlakozott az Idaho-i Blaine közelében, amely Moscow-tól délre fekvő 95-ös autópálya közelébe van úgy nagyjából. A mobiltelefon adatai azt is mutatták, hogy november 13-án reggel 9 óra körül az áldozatok lakóhelye közelében volt, körülbelül 5 órával a gyilkosság után. A rendőrség olyan adatokhoz is jutott, amelyek arra utalnak, hogy 2022. júniusa és november 13-a között legalább 12 alkalommal tartózkodott a gyilkos az áldozatok lakóhelyének a közelében. Beszélnénk most egy kicsit Brian Coburgerről, hogy igazából ki is volt ő, mit kell tudni róla. Ő 28 éves volt a letartóztatásakor, december 30-án vették őt őrizetbe. Amit így összefoglalóan tudni kell róla, hogy nagyjából kiskora óta Pennsylvániában élt, eleinte műszaki iskolába járt, majd azt viszont otthagyta, mert nem érezte magáénak. Ezek után pszichológiai diplomát szerzett, majd később elment kriminológiai szakra. 2022-ben pedig Washingtonba költözött ugye Pennsylvániából, hogy ezen a szakterületen orvosi képesítést szerezzen ugyanezen a szakon. Egyébként nemrég fejezte be Brian az első szemeszterét a Pullmani Washingtoni Állami Egyetemen. Pullman kampuszon nagyjából olyan 16 kilométerre van Moszkva városától, ugye ahol a lányok éltek és ahol a gyilkosság történt. Coburgert 4 rendbeli elsőfokú gyilkosság és egy betörés miatt tartóztatták le, és a Pennsylvania állambeli Stroudsburgban lévő Monroe megyei büntetés végrehajtási intézetbe vették őrizetbe. Amikor 2023. január 3-án visszatért a Monroe megyei bíróságra, beleegyezett a kiadatásába. Január 4-én kiadták, és a Latham megyei börtönbe szállították. Tárgyalóteremben a bíró felolvasta a betörést, és a 4 rendbeli emberölést tartalmazó vádpontokat, valamint ismertette a kiszabható büntetést. Az előzetes bírósági meghallgatást január 12-ére tűzték ki, amit a gyanúsított tudomásul is vett. Az ügyvédje próbálta kérelmezni azt, hogy esetleg óvadék ellenében szabadlábra helyezzék a védencét, ám az ügyésszel egyetértve a bíró úgy gondolta, hogy a tett súlyosságára nézve ezt nem engedheti meg, úgyhogy elutasította ezt a kérelmet. Kicsike kitérő igazából Brian-nel kapcsolatban, ugyanis olyan teóriák vannak róla, hogy ő igazából nem is aktív volt a gyilkosság után az interneten. A gyilkossággal kapcsolatban sokszor is nyilatkozott elméletileg. Nagyon teóriákat ebbe a videóban nem szerettem volna belevonni. Mindenki spekulál, mindenki elmondja a saját nézőpontját erről az egészről. Viszont volt egy nagyon-nagyon érdekes feltevés, mégpedig az,
hogy Brian rendelkezett egy olyan Facebook és Reddit felhasználói fiókkal, ahol a gyilkosságról árult el részleteket. Egyik ilyen profil, ugye, mint említettem, Facebookon volt megtalálható, Papa Rogers néven, szor kommentált az idahói gyilkosságokról szóló ilyen Facebook csoportokban, ahol így megbeszélik az emberek, ugye, hogy ki hogy gondolja. És ez a Papa Roger nevű felhasználós tagja volt ennek a csoportnak, és egy FBI-os nyomozó nőnek egyébként ez nagyon feltűnt, hogy ez az illető nagyon pontosan tudja megmondani a dolgokat, olyan dolgokat is tud, amit a rendőrség még nem is közölt a nyilvánossággal, és föl szeretnék nektek olvasni például egy posztot, amit november 30-án tett közzé ez a Papa Roger nevű felhasználó. A nyilvánosságra hozott bizonyítékok alapján a gyilkos fegyver egy nagy, rögzített pengélyű kés lehet. Ez arra enged következtetni, hogy azt higgyem, hogy megtalálták a tokját is. Az információ, hogy egy késhüvelyet találtak a helyszínen, viszont csak január 5-én került nyilvánosságra. A posztot ugye november 30-án írták. Könnyen lehet egyébként, hogy valaki tényleg csak pont ráhibázott az egészre, de nagyon sok fura egybeesés van a dologgal kapcsolatban. Az új nőnek több képernyő fotója is volt olyan kommentekről és posztokról, amiben ez a felhasználó a kés típusáról és a kés fajtájáról ír, hogy milyen is volt ez. Volt egy olyan posztja, ahol megemlítette azt, hogy a fehér kocsi nem bizonyul olyan releváns bizonyítéknak, és föltette ez a nyomozó a kérdést, hogy vajon a gyilkos mennyi időt töltetett a házba, és nem sok időt telt el, és ez a felhasználó annyit válaszolt ennek a nyomozó nőnek, hogy 15 percet. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy így ráhibázott ezekre a dolgokra ez a felhasználó, hogy ez bizony Brian lehetett, és így próbálta kiélni ezeket a beteges vágyait. Egyes emberek szerint Brian rendelkezhetett egy Reddit fiókkal is. Aki nem tudja, hogy mi az a Reddit, igazából ilyen szubok vannak, ahol így mindenféle témák vannak, van ilyen magyar témákról is akár, de mindenféle dologgal kapcsolatban találhatok ilyen kis csoportokat, tényleg olyan mi lehet nagyjából, vagy olyannak tudom leírni, mint a Facebook csoportok, egyébként nekem is van Redditem, és én nagyon szeretem olvasgatni, mindenféle tényleg témában vannak fönn dolgok, ahogyan erről az esetről is csináltak egy ilyen szubot, egy ilyen beszélgetést, ahol egy bizonyos felhasználó nagyon gyanúsan és pontosan írta le a gyilkosság körülményeit. Itt is szeretnék felolvasni néhány posztot tőle. A gyilkos a ház mögött parkolt. A fasoron keresztül közelítette meg az ingatlant, belépett a tolóajtón, majd nyitva hagyta azt. Gyilkosságot követett el, majd mikor végzett, a tolóajtón távozott. A segidőpontja körülbelül 3 óra 20 és 3 óra 40 között lehetett. Autóval menekült el a tettes a helyszínről, 8-as főúton lévő kamerák szerint körülbelül 3 óra 45 perckor, a jármű elhajtáskor csúszás nyomokat hagyott maga után. És ez a felhasználó azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nagyon gyakran válaszolgatott, kommentelt, posztolt, és nagyon gyorsan is reagált az itt felmerülő kérdésekre és posztokra. És volt egy olyan felhasználó is, aki külön megjegyezte, hogy olyan, mintha ez az egyén, aki ugye ezeket írta, mintha a saját bűncselekményét oldaná meg. És ami nagyon érdekes, hogy valaki feltett egy olyan kérdést, mert ugye ezekben a csoportokban tényleg így beszélgetnek, felvetnek dolgokat, és megkérdezte, hogy vajon mit érezhetett a gyilkos tettet elkövető órákban, illetve mostanában így a hetekben, és ez a felhasználó kommentelt is a poszt alá, és annyit írt csak, hogy adrenalin fűti, nagyon izgatott, és ami még hátborzongatóbbá teszi ezt az egészet, hogy mióta Brian-t letartóztatták, azóta egyik felhasználóról sem hallottunk, egyik felhasználó sem aktív, nem kommentel, nem lájkol, nem ír, nem válaszol, és a Facebook csoportból is ez a Papa Roger nevű felhasználó úgy hirtelenjében eltűnt. Sokan ezért is következtetnek arra, hogy ez bizony Brian lehetett, Brian állhatott a profilok mögött, de ezt eddig nem tudjuk biztosan, nem tudjuk, hogy tényleg ő írta ezeket a bejegyzéseket vagy sem. Picit szeretnék szót ejteni a reagálásokra és a véleményekre erről az egészről, és ahogy ti is leszűrtétek,
egyrésztről sok dolgot tudunk erről, viszont egyrésztről nagyon sok a megválaszolatlan kérdés és homályos részlet, és ezzel a családok is így vannak, és felszólalt például Kaylee és Ethan édesapja, bántja őket, hogy nagyon lassan történik az információ áramlás a család és a rendőrség között, nemhogy a nyilvánosság és a rendőrség között, még a család sem kap annyi információt. És ugye az, hogy nem kapnak az emberek, akár ugye mi is, a nyilvánosság, úgymond az olvasó közönség, az érdeklődők elég információt az esetről, mindenki elkezd pletykálni, spekulálni, saját elméleteket hoz létre, ez hogy lehet, az hogy lehet, és rengeteg olyan dolog születik, ami igazából nem is volt igaz, nincs is alapja, csak valaki kitalált, elindított vele egy pletykát, és ezért is nehéz ebbe az ügybe szerintem világosan látni, ugyanis annyi hír van róla, az tényleg percenként jönnek az esetről új hírek, és nem tudod egyszerűen kizárni, hogy most ez valódi, vagy nem valódi. Nem feltétlen tudja az ember mindig eldönteni, hogy ennek van alapja, vagy nincs. És lehet, hogy csak egy pletykából indult el, ami valakinek csak az elmélete, de nagyon nehéz kiszűrni a valós hír, és melyiknek van alapja. A rendőrséget ez már kezdte felbőszteni, és december 2-én, mikor volt egy sajtótájékoztató, fel is szólaltak ezzel kapcsolatban. A pletykák felkutatása és a pletykák elfolytása konkrét információkról és konkrét eseményekről, amelyek esetleg meg sem történtek, teljes mértékben elvonják a figyelmet. Konkrét részleteket nem adunk ki, mivel nem akarjuk veszélyeztetni a nyomozást. A hatóságok többször is figyelmeztették az embereket, hogy azért óvatosan bánjanak ezekkel az elméletekkel, ugyanis ha olyasmit mondanak, vagy tényleg rágalmazásról van szó, akkor akár valaki feljelentést is tehet ellenük, és így is tett egy Idaho-i egyetem egyik docense, Stockerre, és egy olyan férfira, aki igazából önjelölten vallotta magát gyilkosnak, ám igazából valószínűleg ez csak a média felhajtás miatt tehette, és igen, bizony nem mondhat semmit csak következmények nélkül, ami ilyen súlyossággal bír, hogy én voltam a tettes. Úgyhogy jelenleg nagyjából ez az, amit tudunk január 12-én délután 17:30-kor, úgyhogy én megpróbáltam minden információt összeszedni, amit tudtam, próbáltam kizárni a legtöbb elméletet, ami ugye nem valós, de valaki így gondolja, hogy, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, ez nagyon fontos, hogy ti mit gondoltak az esetről, ki halt meg először, volt-e köze Briannek az áldozatokhoz, mi volt a túlélőkkel, esetleg ismerte valamelyik áldozata a tettest, tényleg vajon Kaylee-t tényleg esetleg durvábban ölhették-e meg, ha igen, annak lehet-e valami oka, és minden, és én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Egyébként én nagyon sokat gondolkodtam ezen az utóbbi időben, és nagyon sokat agyaltam, hogy mi történhetett. Sok elmélet van a fejemben, de mindig kijön valami olyan részlet, ami cáfolja az előző elméletemet. Szóval én sem vagyok ebben teljesen biztos, én úgy gondolom, hogy a gyilkos már jóval a gyilkosság előtt megfigyelte már az áldozatokat. Szerintem úgy külön nem volt célpontja. Én úgy gondolom, hogy Sana ébren volt, mikor bejött a gyilkos, hogy kit támadott meg először. Én azt mondanám, hogy Sanát, mivel ő volt ugye fönt, viszont az meg azért olyan fura, mert ugye valószínűleg Ethan arra fölébredhetett, és akkor meg logikusabb lent volna a gyilkos számára a fiúval kezdeni, úgymond, mert akkor nem tudja megvédeni a lányt, és ugye egy fiú mégis erősebb, szóval így ugye nem tudom pontos részleteket, és így fönnösen én is agyalok, de mindig valami kiüti a másikat, úgyhogy igen, elég érdekes. És ami számomra tényleg nagyon fura, hogy ugye öten laktak ebbe a házba, viszont kettő túlélte. És ha a gyilkos megfigyelte a házat, akkor csak tudta, hogy ez a két lány még igazából ott van a házon, meg ha tényleg figyelte előtte, az akkor tudta, hogy otthon vannak. Szóval ez is olyan fura. És én arra is gondoltam, hogy esetleg tényleg egy ember lehetett a célpont, és mondjuk csak rossz szobába ment, mondjuk esetleg Kaylee-t akarta megcélozni, de rossz szobába ment be, mert nem volt teljesen tisztában a ház elrendezésével, de ugye Sana ébren volt, ezért ugye úgymond muszáj volt megölnie őt, meg ugye Ethan-t, mert ugye őt már látta, hiába rossz szobába nyitott be, lehet, hogy nem ő volt a célpont, de mivel látta, ezért
úgymond meg kellett ölnie, hogy ne tudjon vallomást tenni, én erre is gondoltam, és ez lehetett az oka, hogy a többi lakót nem ölte meg, és nem kereste meg, annak ellenére, hogy mondjuk esetleg tudta, hogy a házba élnek, illetve van egy olyan spekuláció, ami számomra nagyon érdekes, az az, hogy mint emlékeztek, volt Kaylenek egy kutyusa, aki elzárva volt az egyik szobában, viszont furcsálták, hogy őt nem bántotta a gyilkos, és volt egy olyan elmélet, hogy Ryanről terjedt egy olyan pletyka, hogy ő nem eszik húst, azt hiszem vegán vagy vegetáriánus, az a lényeg, hogy nagyon szereti az állatokat. És olyasmit is hallottam, hogy Madison és Kaylee egy étteremben dolgoztak, ahol volt ilyen húsmentes, vegán-vegetáriánus menüjük, és Brian esetleg oda sokat járt, ott vehette észre először a lányokat, ott vetett, hetett először szemet rájuk, és így próbálták összekötni, hogy a kutyát se bántotta, hogy az állatok iránti szeretet, ugye nem támadta meg őt, és ugye így esetleg valahogy tényleg már nagyon sok ilyen elméletet olvastam, és még én sem tudom eldönteni, hogy mi történt, várok az új részletekre, új fejleményekre, de én is nagyon kíváncsi vagyok a ti ötleteitekre és spekulációitokra, hogy vajon mi történhetett, és miért, és hogyan. És mindenképpen jövök az újabb fejleményekkel, ha lesz az ügyben, amit nagyon-nagyon remélek, de körülbelül az egész világ erre vár jelenleg, hogy mi történt, hogyan. Igen, minden forrás lesz a leírásba, minden elérhetőségem is. Én Aniz voltam mára, vigyázzatok magatokra, hatalmas ölést küldök. Puszi!